Hétfőn kezdődött a pedagógusok újabb egy hétig tartó országos sztrájkja. Az akciót a PDSZ indította, de a másik nagy pedagógus szervezet is csatlakozott hozzá. Az oktatás jövője érdekében Budapesten és vidéken is tiltakoznak a tanárok. A Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumban hétfőn 15-en sztrájkoltak. A Tatabányai Árpád gimnáziumból 24 tanár csatlakozott a sztrájkhoz. Egyúttal összefogásra buzdították a szakszervezeteket, a civil szervezeteket és az állampolgárokat. Várpalotán szintén tiltakoznak a tanárok. Hétfőn a Várkerti Általános Iskola 17 pedagógusa csatlakozott a sztrájkhoz. Az intézmény tanárai a kiállásról egy fotót is készítettek. A sztrájk napjain az iskolában dolgozó pedagógusok eldönthetik, hogy egy adott napon egy vagy több órában nem veszik fel a munkát. A törvény által előírt elégséges szolgáltatásokat viszont meg kell tartani. Ez azt jelenti, hogy az érettségi előtt álló tanulóknak egy órája sem maradhat el. Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár csütörtökön készül tárgyalni a tiltakozó pedagógusokkal. És hát akkor a kialakult helyzetről és a továbbiakról fogunk beszélgetni a Szemtől Szemben rovatunkban a pedagógusok szakszervezetének elnökével, Szabó Zsuzsával. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Illetve a közgyűjteményi és közművelési dolgozók szakszervezetének elnökével, Dobrovits Orsolyával. Szintén jó reggelt kívánok, mert hogy azért a szolidaritáson túl nyilván sok minden összeköti ezt a két területet, de gondolom megbocsát, hogyha most először ide fordulok, mert hogy a tegnapi nap során, főleg az Indexen, de ma reggel a Népszava címoldalán is olyan információk jelentek meg, nyilván név nélkül nyilatkozók részéről, miszerint hát a tankerületek részéről fenyegetésért több intézmény vezetőt, és ezért tűnik a közvélemény számára most ez egy nagyon csendes sztrájknak, mert ugye olyan mondatok hangzanak el négy szem közt a tanárok felé, hogyha itt bárki mondjuk nyilvánosan szerepel, a sajtónak interjút ad, vagy hangos tiltakozást szervez, akkor menesztik az intézményvezetőt. Történtek ilyen esetek? A helyzet az, hogy mi is közvetett információkat kaptunk. Annyit kell tudni a sztrájkról, hogy mindenki bemegy a munkahelyére, tehát bent tartózkodik, és ott nem veszi fel a munkát. Nyilván itt több nappal előtte be kell jelenteni ki az, aki részt kíván venni ebben a tiltakozási formában. Egy sztrájk önmagában nem tud hangos lenni, tehát nem tudom értelmezni. Az viszont egészen biztos, hogy a munkatörvénykönyve és a sztrájk törvény alapján egyrészt minden munkavállalónak joga van ebben a formában alaptörvény szerint tiltakozni, és ebben korlátozni őt nem lehet. Tehát akkor, amikor egy igazgató vagy a tankerületi vezető bármilyen úton, módon presszionálja a kollégáinkat, akkor vagy presszionálta a kollégáinkat eddig, akkor én azt kérem, jelezzék számunkra, és akkor mi ezeket az ügyeket intézzük. Nem teheti meg senki, hogy egy munkavállalót korlátozzon a sztrájk jogának a gyakorlása közben. Nyilván nagyon fontos, hogy egy munkavállaló tisztában van-e ezekkel a jogaival, mert hogy a Népszava azt írja, hogy voltak olyan próbálkozások, ahol a nyilatkozatot próbáltak aláíratni a sztrájkhoz csatlakozó tanárokkal, miszerint a munkabeszüntetés miatt le kell mondaniuk a bérükről, illetve hogy a tanárokat vagy a szülőket félretájékoztatták azzal kapcsolatban, hogy itt minden a szokásos menet szerint menni fog, miközben azért sztrájkoltak az iskolában. Igen, válasszuk kettő ezt a két kérdést. Azokat a kollégákat, akiket így presszionált az igazgató, azt kérem, jelentkezzenek a pedagógusok szakszervezeténél, a munkajogászunk intézi az ő problémáját, ilyen nem történhet. Tehát én arra buzítok mindenkit, sztrájkban vegyen részt, a sztrájk minden munkavállaló számára alaptörvényben biztosított jog. A másik kérdés pedig az, hogy mi is volt a másik kérdés? Az, hogy a szülőket pedig úgy tájékoztatja az igazgató, hogy nem történik. Még elégséges szolgáltatás meghatározza, melyek azok a minimális szolgáltatások, amelyet egy sztrájk idején biztosítani kell a gyerekek védelme érdekében. Az igazgató kötelezettsége értesíteni a szülőket arról, hogy az iskolában sztrájk van, arról is, hogy hány embert érint, viszont az ő feladata a munka megszervezése. Azokat, akik nem sztrájkolnak, nyilvánvalóan a még elégséges szolgáltatásra vonatkozóan be kell osztani, és hát ebben az egész magyarországi őrületben az a legnagyobb probléma, hogy a sztrájktörvény, illetve a hozzáköthető még elégséges szolgáltatás kötelezettsége olyan szinten nem teszi láthatóvá a sztrájkot, amely már gyakorlatilag alkalmatlanná is teszi ennek a gyakorlását. Az, hogy a gyerekek felügyeletét meg kell oldani, 50%-ban meg kell tartani az órákat, az érettségi tantárgyakra vonatkozóan 100%-ban, tehát ez egyszerűen nem teszi láthatóvá, hogy az intézményben sztrájkon vannak a kollégák. Beszéljünk még arról, hogy akkor még a hétre, meg különösen 31-ére ki mit tervez, de akkor ide fordulok, mert hogy hát egy nagyon borús közleménnyel jelentkeztek a Magyar Kultúra Napján pár napja, mondván, hogy olyan sokok az ünneplésre a közgyűjteményi közművelési dolgozóknak nincsen, és ha csak annyit mondok, amit itt adásra konkretizáltunk, hogy mondjuk egy középfokú végzettséggel egy ebben a szektorban dolgozó bruttó 296.400 forintot a garantált bérminimumot keresi, akkor értem, hogy miért írják ezt. Hogyan tovább? Kaptak-e mondjuk erre a közleményre bármilyen tárgyalási szándékra utaló jelet? Ugye mondta, hogy ősszel találkoztak utoljára Csák Jánossal. Igen, gyorsan elmondanám, hogy igen, a szakszervezet egy ilyen műfaj, hogy igyekszünk inkább a negatívumokra felhívni a figyelmet, mert hiszen ez a feladatunk. Nem akarunk mi sem ünneprontok lenni, semmiféle olyat nem elismerni, ami valódi érdem, de ilyenkor tudjuk mi is felhívni magunkra a figyelmet, ezért jelentkeztünk közleménnyel. Valóban volt egy egyeztetés novemberben még a kulturális helyettes államtitkár úrral, Vince Mátéval, erre még értelemszerűen ők nem reagáltak, akkor leveleztünk és kaptunk ígéretet arra, hogy majd bizonyos kérdésekben újra leülünk tárgyalóasztalhoz. Mi a legfontosabbnak most lévén az infláció, a 30%-os azonnali béremelést tartjuk, azért mert, hogy borzasztóan elértéktelenedik a kollégák bére. És erre viszont nem kaptunk választ. Nem csak ágazati szinten kértük, hanem az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanácsban is ugyanez a kérés, hiszen az összes közszolgálatban dolgozó esetén ez most fennáll. Azt is tudni kell, ahogy említette... Hány érintett van? Tehát ez a 30%-os béremelés? Nagyjából, tehát a kulturális területen körülbelül 9-10 ezer embert érint. Na most azt tudni kell, hogy amióta közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény nem vonatkozik, ami kollégáinkra, tehát munkatörvénykönyve alá kerültek 2020 novembere óta, azóta viszont nem tudunk központilag béremelést kérni, illetve kérni tudjuk a tárcát, hogy álljon a mi követelésünk mögé, és valamilyen úton, módon a fenntartók felé biztosítsa ezt a forrást, amit mi kérünk. Még arról beszéljünk, hogy ugye egy petíciót fogalmaztak meg azzal kapcsolatban, hogy a rezsicsökkentés miatt ugye hát az első terület, ahol vágtak az önkormányzatok és bezártak, vagy csökkentett működést indítottak, az a művelődési házak, könyvtárak, kulturális intézmények voltak. Hol tartanak ezzel, és mik a visszajelzések, hogy tényleg bezártak erre a szezonra ezek az intézmények, vagy azért van valami kiskapu? Önmagában nagyon furcsának tartjuk azt, hogy rögtön az elsődleges válaszreakció, hogy a kulturális intézményeink közül szeretnénk bezárni. Én azért azt gondolom, hogy bármilyen önkormányzat költségvetésében azért ez olyan jelentős tételt nem fog hozni, ami a mostani helyzetben őt bármilyen módon jobb helyzetbe hozza, bár tény és való, hogy a mostani energiaárak kifizetése nem olyan, mint a korábbi időszakban. Igen, nagyon sok terep, sőt, szinte majdnem minden intézményünket valami milyen szinten éri, ahol fiókkönyvtárak vannak, fiókintézmények, ott alapvetően, ha mondjuk például egy településen van 4 fiókintézmény, abból általában most az a tapasztalat, hogy 2-t bezártak, a központba mennek át dolgozni, a kollégák, tehát nincsenek munkanélkül, és a programjaikat átviszik, vagy esetleg egy egyházi intézménybe, vagy az iskolákba, vagy bármilyen más módon, tehát nagyon kreatívak és nagyon rugalmasak a mi kollégáink, tehát ez a tapasztalatunk, és igen, annyiból van egy pici foganatja ennek a petíciónak, hogy most életbe lépett egy rendelet, ahova most kell regisztrálni ezen a héten az önkormányzati fenntartású intézményeknek, és márciustól lehet egy kicsit kedvezőbb módon fizetni a gázért, tehát valószínűleg a fenntartásban fog ez segíteni. Aztán, hogy a petíciónak köszönhető, vagy nem, de mi ezt valóban követeltük. Vissza fogunk térni, hogy csak kapnak erre a közleményre valamilyen választ, és ugye azt tudjuk, hogy ott összekapcsolódik a két terület egyértelműen, hogy mindig is szolidaritásukról biztosították a tanárokat, akik, illetve a diákok és a szülők jelezték, hogy ennek a sztrájk hétnek a végére, 31-ére szerveznek valamilyen nagyobb megmozdulást, szóval, hogy mi történik majd jövő hét elején? Azt kell tudni január 31-éről, hogy ez egy kiemelt évforduló ebben a tekintetben. Elmúlt évben, január 31-én volt az első figyelmeztető sztrájkunk, ami 2 órás volt. Rettentő sok szülő segítette az akciónkat azzal, hogy nem vitte a gyereket iskolába. Ugye az előbb beszélgettünk arról, hogy az igazgató kötelezettsége értesíteni a szülőket, arról, hogy sztrájk van az intézményben, és azokat a szülőket meg kell szólítsa, akinek a gyereke oda jár. A szülők jelzik, hogy hozzák vagy nem hozzák a gyereküket azon a napon az iskolába, óvodába, és ennek mentén kell megszervezni az ügyeletet. Tehát, ha a szülők támogatják az ügyünket, vagyis, hogy az oktatás problémáit azonnal meg kell oldani, és az államnak, a kormánynak kötelező lenne azt a szükséges pedagógus létszámot biztosítani, ami most hiányzik, akkor mellénk állnak. Úgy tudnak támogatni, hogy nem viszik a gyereket az oktatási intézménybe, nem kell szervezni ügyeletet. Mi lesz 31-én ezen az évfordulón? A szülők is, a diákok is, és az oktatás valamennyi dolgozója is erre a napra időzíti a nagyobb összefogással megvalósított bármilyen akcióját. És ha már kiemelte ezt az egyéves évfordulót, akkor csak nagyon röviden pár mondatban, mi ennek az egy évnek a tanulsága, a hozadéka? A mérhetetlen elkeseredés, hogy a kormány egyáltalán nem áll az oktatás bajainak megoldása mellé. Úgy érzik a kollégák, hogy magukra vannak hagyva, és ezt senki nem akarja, ezt az egész őrületet megoldani. Nem normális az, hogy egy éve sztrájkolunk, utcán vagyunk, élőláncokat valósítanak meg, ülőláncokat valósítanak meg, a diákok, a tanárok, a szülők összefogva, és a kormány úgy tesz, mintha nem történne semmi. Borzasztó nagy. Azt mondja, hogy Brüsszel. Majd Brüsszel. Na de hát brüsszelezni azért én azt gondolom nem ideális dolog, már csak azért sem, mert a kormánynak, mint mondtam, kötelező feladata, a költségvetésben kellett volna ezeket a tételeket beállítani, akkor azt gondolom, hogy már rég túl lennénk ezen az őrületen. Beszámolunk mindkét részről, ha van fejlemény, itt ugye hamarabb várható, mert talán holnap után lesz egy találkozó. Csütörtökön találkozunk, igen, sztrájkbizottságként Maruzsa Zoltánnal. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Köszönöm.